Az idén több fejlesztés is megvalósult a sátor a Jóhelyi Zemplén Elkészült a régi új libegő, amit a nyári időszak alatt adtak át ünnepélyes keretek között. Ezzel már könnyebben megközelíthető a magas tetején a súlyam és a dongó. Azonban nem csak ez a beruházás valósulhat meg még az éven, hanem a szárhegyi libegő is, hiszen már ez a projekt is egy újabb mértföldkőhöz érkezett, mondta el Tóth Csaba, a Zemplén kalandpark igazgatója. Nagyon fontos lépése volt a magas libegőnek a kiépítése, de legalább ilyen fontos lépése lesz majd a szárhegyi libegőnek a megépülése, amelynek az utolsó munkafolyamatainak egyikében tartunk, ezt láthatjuk éppen itt mögöttünk. Gyakorlatilag most a kötél összefonása szaknyelven végtelenítése zajlik, ez követi majd az elektromos berendezéseknek az összekapcsolása, és ezután már magát a kötelet fogják majd járatni a kollégák, majd jön egy kötél, Vizsgálat, és ezt követheti majd valóban a székek felrakása és a próbaüzem. Én nagyon fontos azt megemlíteni, elmondani, hogy a Szárhegyi Libegőn több szék lesz, mint a Magashegyi Libegőn, és hát ugye pontosan tudjuk, hogy a Magashegyi Libegőn is közel két és fél szárannyi szék van, mint a, mint a régi harcostársunkon volt, így így nagyon sok vendéget fogunk tudni majd ezen a Libegőn is fogadni. A beruházásnak több célja is van. Egy olyan logisztikai problémát fogunk majd tudni orvosolni, amely szerint akik átcsúsznak ugye a magas helyről a szár helyre, azok sokkal gyorsabban és könnyebben fognak tudni visszajönni a, a magas helyre a középső államban. nem utolsó sorban egy, egy, gyökeresen új turisztikai élményt fognak tudni majd átélni, hiszen itt nem egy, egy helyre felmenni, hanem kettő hely között átlibegni lehet majd. Hát mi nagyon reménykedünk abban, hogy még ezen az éven át tudjuk adni a szárhegyi libegőt és a, a vendégeink, a, hogyha mi kitart természetesen a jó idő, akkor tudják majd élvezni a, a libegés adta örömeket és élményeket, nem csak a magas egyi libegőn, hanem a szárhegyi libegőn is. Ezzel a beruházással egy olyan élményparká válhat az Emplén Kalandpark, ami egyedülálló Magyarországon. Tette hozzá Tócsaba.